ismeretterjesztő programok, játékok, információk, amikről esetleg eddig még sohasem hallottunk. Hogyan kerüljön az ember közelebb a környezethez, a természethez? Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlekben, hiszen április 24-én szerdán megnyitja kapuit a Sóstó Látogatóközpont. Tartsanak velünk! Igazi ékszerdobozban érezhetjük magunkat, ha a Sóstó természetvédelmi területre látogatunk. De most már nem csak egy kellemes kirándulás vár ránk itt. Április 24-én szerdán a családok és csoportok számára ismeretterjesztő programokat, játékokat is kínálnak. Lesz túravezetés a Sóstón és az arénában, valamint a kilátóba is fel lehet majd menni. A paletta széles skálán mozog, már csak a túracipőnkbe kell beleugrani. Nagyon hosszú előkészület áll mögöttünk. Azt gondolom, hogy sikerült jól átgondolni és kitalálni a szakembereknek és nekünk, hogy milyen programokra, milyen interakciókra lehet igény, szükség itt. Mindenképpen mindaz, amit kínálunk és nyújtunk a természetvédelemmel, ezzel a természetvédelmi területtel van összefüggésben. Az összes interaktív játék elemen azok az élőlények, az az élővilág jelenik meg, amely a Sóstó sajátja. Úgyhogy igen, van több olyan játék lehetőség, interaktív kis kirakók, memóriajáték, célba dobó, ami mindig itt lesz, úgyhogy bármikor egy család erre sétál, a játszóteren a gyerekek már kifáradtak, akkor be tudnak jönni ide egy picit megpihenni, egy picit másfajta tanulással egybekötött kis játékot, aktivitást is itt a család ki tudja egészíteni a programját. Ezen kívül nagyon erősen koncentrálunk a különböző diákcsoportokra, hiszen a természeti nevelés fontos, én azt gondolom, minden közoktatási intézményben. Kidolgozták a kollégák azokat a játékos programokat, amelyekkel garantáltan le tudják kötni majd az óvodás, az alsós, felsős, vagy akár a középiskolás korosztályt is egy-egy program keretében. Természetesen a helyi iskolákat, óvodákat is várjuk, és hát persze mindenki mást is, hiszen Székesfehérvár klasszikus osztálykiránduló célpont, megszoktuk már, hogy nagyon sokan érkeznek a városunkba az ország minden tájáról, úgyhogy szeretnénk ezt a helyet is becsatolni a székesfehérvári kínálatba. Nem csak önmagában a Sóstót ajánljuk, hanem komplex székesfehérvári csomagba is beépítjük azt, ami itt van, hiszen így egy olyan komplex ajánlatot tudunk kínálni, ami ráadásul a Nemzeti Emlékhely kapcsán ingyenes vonatúttal, belvárosi értékekkel és ezzel a szabadidős kínálattal kiegészítve tényleg azt gondolom, hogy egy páratlan összetételű program lehetőség. Ezen kívül persze várunk minden egyéni látogatót is, hiszen a kidolgozott programjaink, a túráink, ezek elérhetők nem csak csoportok számára, hanem az egyéni látogatóknak is. Mindenképpen bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötöttek ezek, de az egyéni látogatók minden hétvégén fix időpontban meghirdetett programokon részt tudnak venni, amikor éppen idejük engedi. Ezek a programok pedig részben a természetvédelmi területre vonatkoznak, tehát ökotúrák, van ebből rövidebb és hosszabb tematikájú. Ezeken a túrákon egyébként szakember vezeti végig a látogatókat, úgyhogy nagyon-nagyon sok érdekességet meg fognak tudni, akik részt vesznek ezeken a programokon. Nagy igény mutatkozik a stadion látogatásra is, úgyhogy ennek erre is lesz mód bejelentkezéssel is, és egyénileg is a garantált programokon. Mindegyik program végén a kilátótoronyba is lesz lehetőség felmenni, és a haba tortán, hogy mindezek még kombináltan, együttesen is elérhetők, úgyhogy akár egész napot eltöltheti itt a csoport vagy a család, hogyha mindezt a programot és még egy kis szabadidős pihenést is beiktat. Talán mondhatjuk, hogy Székesfehérvár egyébként is mágnesként vonza, és illetve vonzotta is mindig is a turistákat. Itt most a turisztikai, ennek az új turisztikai kincsnek köszönhetően milyen változás várható, hogyha már egy kicsit beszélgethetünk arról, hogy Fehérvár milyen turista növekedést várhat?
A Fehérvár iránti érdeklődés most már megszoktuk tényleg évek óta egyre nagyobb és folyamatosan növekvő. Én azt gondolom, hogy minden olyan újdonsággal, ami a kínálatunkat bővíti, színesíti, ez a növekedés tovább ébren tartható, élénken tartható az érdeklődés városunk iránt. Mindenképpen az egy optimális helyzet, hogyha egy turisztikai célpont olyan jellegű kínálattal rendelkezik, amelyben párosulnak akár a történelmi, kulturális értékek, a szakrális értékek, a gyerekek számára elérhető és családok számára elérhető program lehetőségek, mint például nálunk ugye a Játékmúzeum vagy a Koronás Park, és most még ez kiegészül egy természeti szabadidős programmal is. Biztos vagyok benne, hogy a kínálat szélesedése ez nem, hogy feltétlenül több látogatót vonz, bár az, abban is biztos vagyok, de az itt tartózkodási időt növeli, illetve azt a képet, ami kialakul az emberekben Fehérvárról. Azért ne felejtsük el, onnan indultunk 10 évvel ezelőtt, hogy ez egy 2 órás város, ahol egy gyorsét a belvárosban, amiért érdemes idejönni. Ehhez képest mi azt gondoljuk, hogy több napot érdemes eltölteni itt, és reméljük, hogy ezt egyre inkább így látják mások, és a vendégészaka számok egyébként azt igazolják, hogy egyre többen jönnek ide hosszabb időre is. A Sóstó természetvédelmi terület rekonstrukciós munkáival ember és természet együttélése valósult meg. A több mint 200 hektáros terület újabb színfolttal gazdagítja a várost, és Székesfehérvár még több turista kedvelt helyszíne lehet. Régóta terve volt már a városnak, hogy valamilyen módon a Sóstóhoz hozzányúljon, azt megmentse, de nem volt rá forrás, és hát amikor a stadion felújítása, a rehabilitációja szóba került, akkor tudtuk fölvetni miniszterelnök úrnak és a kormánynak, mi lenne, ha ezt összekötnénk a Sóstó megmentésével. Szerencsére a miniszterelnök úr az első pillanattól kezdve nyitott volt, azt mondta, hogy szerinte is egy városrész rehabilitációjában gondolkodjunk, ehhez pedig a Sóstó szorosan hozzátartozik, és így tudtuk megszerezni azokat a forrásokat, ami alapján a tervezés, utána pedig a kivitelezés meg tudott történni. És hát most itt vagyunk a stadion hátsó lelátója alatt a Sóstó látogatóközpontba, és hát ha kilépünk, akkor pedig a Sóstóra lépünk ki. Egy csodálatos, megújult természeti csoda, amit itt láthatunk. Köszönhetően a szakembereknek, akik előkészítették, tervezték, a kivitelezési munkában ebben közreműködtek, és részt vállaltak abba, hogy megmentsük, és a jövő szempontjából is egy nagyon értékes természetvédelmi területté tudjuk varázsolni a Sóstót. Bárki bármikor ki tud jönni, tud egy jót sétálni, le tud ülni a játszótéren, a gyerekek tudnak játszani, be tud jönni a stadionba, itt van lehetőség egy kávét inni, egy ebédet enni, utána visszamenni és csodálni a madárvilágot, és mindezt a városon, Székesfehérváron belül kaphatjuk meg. Azt hiszem, hogy ez tényleg egy nagy lehetőség. Nagyon sokan érteklődtek, hogy mikor, milyen módon indul meg a szervezett csoportvezetés újra, hiszen ennek régi hagyománya van köszönhetően a Városgondnokság szakembereinek. A közgyűlés meghozott minden ehhez kapcsolódó döntést. Jövő hét szerdától, azaz április 24-től fog nyitni a Sóstó látogatóközpont. A látogatóközpont üzemeltetése a Városfejlesztési Kft. Feladata, ugyanúgy, mint a stadion üzemeltetése, viszont ő szakmai együttműködő partnerként a turisztikai Kft.-nket vonja be. Ezáltal a turisztikai Kft. Szakemberei lesznek azok, akik itt rendelkezésre állnak. Rajtuk keresztül lehet akár stadionbejárással kombinált sóstóbejárást, ehhez kapcsoló egyéni vagy csoportos programokat megrendelni adott esetben szakvezetést, amit a Városgondnokság szakemberei tudnak ellátni, ehhez mindenfajta regisztrációs felületek fognak társulni. És ami nagyon fontos, hogy egyelőre még a nyárig most már a kilátó is látogatható lesz, de még előre megrendelten, viszont utána már az eszközbeszerzés megkezdődött, hogy automatikusan napközben lehessen használni, mert hát onnan föntről meg aztán pazara a panoráma és csoda, hogy mit lehet látni a városból, magából a Sóstóból.
És ugye az első pillanattól kezdve az volt a koncepció, hogy az ember által okozott terhelés az ne a sóstól jelentkezzen, hanem egy épített környezetben, ebben az esetben a sóstói stadionban, a Mostóstó arénában, hiszen az arénának a látogatóközponti részén alakítunk ki egy olyan lehetőséget, hogy mosdót lehessen használni, és folyamatos büfé álljon a rendelkezésre a stadion sóstól felőli és Csikvári úttői részén egyaránt. Tehát azt gondolom, hogy gyakorlatilag mindent megkaphatunk a stadionba, ami kiszolgálja az embert, hogy utána pedig egy csoda környezetben tudjunk sétálni. Úgy gondolom, hogy egyénként, csoportként, hétvégén, vagy egyszerűen kirándulóként, bármikor ez a hely csodálatos lehetőségeket rejt magába. Ez a kincs teljes egészében állami kormányzati forrásból valósult meg, ami azt gondolom, hogy nagy lehetőség Fehérvárnak, hiszen a mi közösségünket gyarapította, de nem mi fizettük a számlákat, köszönhetően a kormányzatnak ő ezt a terhet levette a vállunkról. Az üzemeltetés az már a város feladata, akár a látogatóközponté, akár a sóstóé, tehát úgy gondolom, hogy ez viszont így természetes, viszont biztosak vagyunk abba, hogy itt a látogatói szám nagyon magas lesz, ebből lesznek bevételek, és ezeket a bevételeket erre az üzemeltetésre fogjuk fordítani, illetve ennek a területnek a folyamatos fejlesztésére, illetve fenntartására, hogy még egyszer ne fordulhasson elő az, ami pár évvel ezelőtt sajnos helyzetként előállt. Megmentettük, akkor ezt valóban a következő évtizedekben ennek megfelelően gondozzuk, különösen úgy, hogy a vízpótlás az folyamatos és megoldott, ez tehát az alapvető feladatot, funkciót el tudja látni. És talán még egy gondolat, azért az elmúlt hetekben, már hónapokban is látszott, hogy már most is egy közkedvelt kirándulóhely, vagy újra közkedvelt kirándulóhely a Sóstó, hiszen elég megnézni a közösségi média felületeket, különösen az Instagram oldalakat, és rengetegen posztolnak fotókat arról, hogy baráti társaság, család, kisebb vagy nagyobb gyermekkel, nagyszülővel sétál, beszélget, jól érzi magát. Azt hiszem, hogy a látogatóközponttal, a büfével, a mosdók kialakításával, a szervezett csoport programokkal ez tovább fog tudni színesedni. Csete Gábor többek között arról beszélt a látogatóközpontban, hogy a Sóstó olyan kincse a városnak, ami klímastratégiai és klímavédelmi szempontból is fontos. 90-es években főleg azért lett védett a terület, mert nagyon gazdag botanikai összetétele van, tehát itt főképpen a 12 megjelenő orchideafajra gondolhatunk, de nagyon sok érdekes és színes növény van a területen, tehát mondhatjuk, hogy a biológiai sokféleség az a terület méret ellenére nagyon magas, tehát minden kis foltban, minden kis erdőrészletben, réten megtalálhatjuk a magunknak érdekes fajokat. Hát azt gondolom, hogy a vizes élőhely rekonstrukció elvégzése után nagyon-nagyon megpesdült az élet az északi tóban. A vátnál hamarabb rehabilitálódott az itt lévő ökoszisztéma, tehát ezt mutatja, ha a tóra kimegyünk, és nagyon sok madarat is láthatunk, amely most hamarosan és folyamatosan kiegészül őshonos halfajokkal is. Sóstó természetvédelmi terület ugye nem csak azért fontos városunknak, mert tényleg egyedülálló helyzetben van. Én azt gondolom, hogy olyan fennmaradt területnek tekinthető, mely a környező tájhoz hozzákapcsolódik. Van benne több vizes élőhelyfolt, és van benne nagyon sok hektárnyi erdő is, nagyon sok hektárnyi gyepfelület, ami pedig nagyon-nagyon fontos klímavédelmi szerepet is ellát. Tehát amellett, hogy egy rekreációs terület, felfoghatjuk úgy, hogy ez egy olyan élőhelyfolt, ami védőszerepet is elláthat egy adott környezetben. Mi azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, tehát a jövőben ennek a fenntartása és megmaradása a legfontosabb cél, és nyilvánvalóan az, hogy esetlegesen ezt az élőhelyet továbbfejlesszük. Cél az, hogy a természeti környezetben a természeti nevelést, az értékátadást jó időtöltéssel tudják összekapcsolni. A Sóstó Látogatóközpont szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között várja a nagy közönséget. A kilátó és a kapcsolódó programok belépő díjasak, minden meghirdetett program bejelentkezéshez, illetve előzetes regisztrációhoz kötött. Az egyéni programok esetében nyugdíjasoknak és diákoknak 50% kedvezményt kínálnak, a 8 év alatti gyerekek számára 100 forint lesz a részvételi díj.
Az idei sportmajálison már több túrával várják a nagy közönséget, amelyek az ünnepi rendezvényhez kapcsolódóan ingyenesen vehetők igénybe. A teljes körű tájékoztatás céljából elindult a Látogatóközpont Facebook és Instagram oldala, illetve honlapot is készítenek. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én bízom abban, hogy közelebb hoztuk Önökhöz a természetet, az állatokat, a növényvilágot. Ez volt már az Esti Mérleg. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!